Visszatért a tél Szerbiába és Romániába. Mindkét szomszédos országban napok óta havazik, van, ahol közel egy méteres már a hótakaró. A helyzetet sok helyen az erős szél is nehezíti, a havas, csúszós utakon pedig több baleset is történt. Indulás előtt ki kellett ásnia a hó alól a kocsiját ennek a férfinak, a szerbiai Trnava városában. Az ország déli részén napok óta a sűrű havazás nehezíti a helyiek életét. A környéken évek óta nem esett márciusban egyszerre annyi hó, mint most. Már két napja egyfolytában havazik. Utoljára így 2012-ben volt ekkora hó. Ha nem áll el a havazás, akkor abból nagy káosz lesz, mondta a férfi. Az ítéletidőben a hókotrók megállás nélkül dolgoznak. A helyzetet sok helyen az erős szél is súlyosbítja. Nagyon ritkán fordul elő, hogy márciusban ilyen idő van. Ez az időjárás inkább januárra vagy februárra jellemző errefelé. Több mint egy méteres a hótakaró, mondta egy másik helyi lakos. Ezek a felvételek már Románia középső részén készültek, ahol szintén több mint két napja megállás nélkül havazik. Van, ahol már 80 cm-es a hótakaró. 14 megyében a második legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben. A közlekedést sok helyen kidőlt fák nehezítik. A havas, csúszós utakon több baleset is történt. Ez a teherautó is lesodródott az útról és az árokban landolt. Ezeket a képeket Kovászna megyében rögzítették, ahová az elmúlt napokban már megérkeztek az első gólyák. Bikfalván a helyiek aggódnak a költöző madarak miatt, mert ebben az időjárásban könnyen elpusztulhatnak. Az egyik szomszédunk eteti ezt a gólyát. Egy műanyag flakont szereltek egy hosszú rúd végére, és abba teszik neki az eledelt. Nagyon esik a hó, és hideg is van. Nem tudjuk, hogy kibírják-e, amíg a melegebb idő megérkezik, mondta egy helyi asszony. A meteorológusok szerint az ítéletidő várhatóan szombatig tart Romániában.